napot kívánok, sziasztok! Ebből a regényből végre kiderül, amit annyira hiányoltam a Corelliai trilógiából, hogy mégis mit csinált Han Solo fiatalabb korában. Az események plusz jelentéstartalommal ruházzák fel Han megnyilvánulásait az eredeti film trilógiában. A regény elején milliók kedvenc űrcsavargója megelégíli a kizsákmányolást, úgy dönt, kezébe veszi sorsát és tisztességesen fog élni az első ránézési békés és ártalmatlan Ilézián. Az új szereplők és helyszínek bemutatása miatt az ütem néhol lassabb, mint az akciójelenetekben, de a leírások annyira információdúsak és érthetőek, hogy ez csak tovább fokozza a hangulatot. Az új bolygókról és lényekről szóló leírások tetszettek, mert ezek alapján pontosan el tudtam képzelni az adott dolgot. A sejtelmes Ilézián nagyon sok tartalommal töltötte meg az írónő, valós helyszínként hat, nem pedig csak az akciójelenetekhez kreált díszletként. A siklópilóta Han Solo eleinte akaratos, türelmetlen, ravasz, szemrebenés nélkül hazudik, a csajozós jelenetei során még nem úgy viselkedik, ahogy később, elbizonytalanodik. A gyerekkorára való visszaemlékezései annyira élvezetesek, hogy nem lehet félbehagyni. Az írónő tökéletesen ábrázolja Han viselkedését, szövegét, olyan, mint a filmekben. Az olvasó megtudhatja, hogy Han miért fektet olyan nagy hangsúlyt a pénzre a későbbiekben, hogyan tanult meg nagyobb űrhajókat irányítani, hogyan lett kemény, magányos hozzáállású, miért választotta a törvény rossz szoldalát, honnan gyökeredzik a Wookiekba vetett bizalma. Garris Sraike a Traders Luck felézetén szerveződött kereskedőklán vezetője ad a megjelenésre, nem a becsületes pénzszerzés híve, gyökeresen megváltoztatta a kicsi Han életét, amikor megtalálta. Az iléziai vallási vezető Teruanza Atlantatil főpap és társai koordinálják a fűszerfeldolgozást és irányítják a bolygó vallási kultúráját. Miurg a togóriai testőr árnyékként követi a pilótát, honvágya van, rajta keresztül a togóriai társadalmat és szokásokat ismerjük meg elegendő mértékben, a motivációja rendben van, az akciójelenetekben jól teljesít. A női szereplő a kötelező megjelenése mellett Han a karakterfejlődését segíti elő, de neki is megvan a kidolgozott háttértörténete és a cselekmény érzelmi vonalát erősíti, ami egyébként elég jó, megható, együtt éreztem a szereplőkkel, leginkább Hannal. Szerintem a történet kerek egészet alkot, a lezárás megfelelő, önálló könyvként is megállná a helyét. Tetszettek a korábban íródott könyvekben szereplő karakterekre és az eredeti trilógiára tett utalások. Olyan sok dolog történt ebben a regényben, hogy élvezet volt olvasni. Ez az izgalmas és érdekes regény, melynek orosz változatában a fordító figyelmetlensége miatt nem szerepel a 12. fejezet, szerintem az első Star Wars könyvnek is ideális. Solo kedvelőknek kötelező, és aki szereti Brian Daley Han Solo trilógiáját, ezt se hagyja ki. Nektek mi a véleményetek erről a regényről? Köszönöm a figyelmet, viszontlátásra, sziasztok!